A tervek szerint május 2-án indult volna az építkezés a Paksi FC Fehérvári úti stadionjában. Jelenleg úgy tűnik, ha a pályatestet építő céggel a héten aláírják a szerződést, egy héttel korábban, már április 25-én, az utolsó hazai bajnoki mérkőzés utáni hétfőn elkezdődik a kivitelezés. Erről, a létesítmény terveiről és a beruházás ütemezéséről is tájékozódhattak az érdeklődők a hármas körzet lakossági fórumán. Mint ahogy az elhangzott, gazdaságosan üzemeltethető, több funkciós brit jellegű stadion készül majd Pakson. Több lépcsőben haladunk, aminek a fő oka a sportszakmai, hiszen a stadion szolgálja a csapatot, és azt mondta a klub vezetése, hogy ennek a csapatnak nem szabad elmenni otthonról játszani, tehát a hazai mérkőzéseket otthon kell játszani, ezért lépcsőzetesen haladunk az építkezéssel. Az első ütem az a játéktér felújítása, és miután az MLS-nek és az UEFA-nak is ma már előírása az, hogy úgy épülhet csak első osztályban új pálya, hogy az alá van csövezve, fűtve van, ezért a jelenlegi helyén, azért, hogy a kandelábereket ne kelljen mozgatni, az előírás szerint 70 nap alatt, tehát az első kapavágástól 70 nap telhet el, míg a pálya elkészül, így minden reményünk megvan arra, hogy az első következő szezonbeli bajnokit, amit itthon játszunk, azt valóban itthon játszunk. Egy modern 21. századi közösségi tér létrehozása a cél. Azt szeretnénk, ha mindenki magáinak érezné a várost szolgáló létesítményt, tette hozzá a stadionépítés koordinátora. A játéktér elkészülte után a szemközti úgynevezett bélelátó bontásával folytatódik majd a program. 2016 végére az egyik új, a Duna felüli oldalra tervezett lelátó is elkészül majd. Ezzel egy időben, várhatóan júliusban elkezdődik a Kinizsi utca felújítása is. Kisebb utcákkal akarta kezdeni a város a térkövezéses munkáknak a kivitelezését, tekintettel arra, hogy ez óriási beruházás, és ha esetleg valami olyan műszaki problémák merülnek fel, akkor ne egy ilyen horderejű beruházásnál derüljön ki előbb a kisebb utcáknál, hogy mennyire alkalmas tulajdonképpen a térköves burkolat, a teherforgalom és egyéb forgalom elviselésére, takarításra, hóeltakarítás és minden ilyesmire. A Kinizsi utca teljes körűen újul majd meg, várhatóan 6 hónap alatt. Föld alá kerülnek a légvezetékek, korszerűsödik a vízvezetékhálózat, az út, a járda és a zöld felület. Rövidesen a kivitelezés is megkezdődhet. Ennek előfeltétele, hogy egy közbeszerzési eljárást folytasson el az önkormányzat, ami várhatóan június közepére, július elejére meg fog történni. Ezt követően lesz egy 20 napos, körülbelül 20 napos felkészülés ideje a kivitelezőnek, aminek folyamán egy lakossági fórumot is fog tartani az önkormányzat a kivitelezővel, illetve a műszaki ellenőrökkel együtt, ahol tájékoztatni kívánjuk az érintetteket a kivitelezés menetéről. A kivitelezés során új csapadékvíz elvezető rendszer is épül a Kinizsi utcában, melybe bevezetik a stadionból beérkező csapadékvizet is. A beruházások alatt a parkolási lehetőség a lakosság számára mindvégig biztosított lesz. A tervez úgy volt, hogy nem lesz igénybe véve a meglévő jó minőségű parkolófelület. Maximum a szórt kövesen, ahol most se parkoltak nagyon, úgyhogy az a terület lesz ugye letérkövezve. Tehát mi azt gondoljuk, hogy elférnek, ha pedig mégis nagyon nagy gond van, hogy a vendégparkoló, ami egy 300 méterre van kintebb, ugye az út szélén, az pedig igénybe vehető teljes időszakban. Az utcát majd, ha közbeszerzésbe kiderül, hogy ki nyert, valószínűleg szakaszosan kezdjük meg a felújítást. Az is segít a gépkocsik elhelyezésében, mert nem biztos, hogy egyszerre, ha pedig olyan vállalkozónak egyszerre bemeri, az teljes utcát vállalnak, azt gondoljuk, hogy annak olyan kapacitása lesz, hogy akkor egybe befogva, vagy 4 hónapon belül, 5 hónapon belül meg tudja csinálni teljes hosszában az utcát. A stadion fejlesztési program 1,4 milliárd forintból valósul meg 800 milliós állami támogatással. A Kinizsi utca rekonstrukciója a tervek szerint 495 millió forint lesz, melyhez 300 millió forint támogatást kapott a város.